közösségi építészet három termének egyikéből, a szolidáris építészet terméből választottam a Monoron található biobriket szárítót, amely a közösségi építészet egy nagyon jó példája. Számomra azért fontos ez a biobriket szárító, mert a saját karunk tanárai alkották, akik sokat meséltek erről, a közösségi építészetről, valamint magáról az épületről is. Maga a szárító biobriket, tehát bio anyagból készül, növényi és fa anyagból visszamaradott termékekből, amelyet könnyű égetni, ezáltal a téli tüzelése teljesen megfelelő, és ez volt az a probléma, ami Monoron fellépett, hogy az ottani hátrányos helyzetű emberek nem tudtak mivel tüzelni télen. A homlokzaton kiálló téglákat azért hozták létre, hogy deszkákon ott szárítsák ki az első napokon a téglákat. A közösségi építészet ebben azért is játszik fontos szerepet, mert mint a kar tanárai, a diákjai, a fiatalabb diákjai is részt vettek benne, mind a tervezésben, mind pedig a kivitelezésben. Valamint, nem utolsó sorban, az ottani helyi emberek is, akik saját maguknak építhették így fel a téli tüzelést termelő épületüket.